Jól kezdték a meccset a hazaiak, az MTK egy 9-0-ás roham után kezdett zárkózni, az első negyed végén viszont már 21-21 volt az állás. A második 10 percben elléptek ellenfelüktől a cápák, a nagy szünetre 14 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után elkezdett visszakapaszkodni a Török Bálint, a harmadik negyedben 6 pontot le is dolgoztak hátrányukból a vendégek. A folytatásban a nyíregyháziak tartották a különbséget, és egy nem túl színvonalas, inkább küzdelmes mérkőzésen Zsinórban negyedik győzelmét szerezte meg Siska János együttese. Nagyon akadozott a játékunk, alsó poszton szinte alig tudtunk kosarat dobni. Ez köszönhető annak, hogy a Gergő megsérült, a Tóth Geri, illetve a Cingelzónéka is fájt a bokája, ezért nem tudtunk alsó poszton dominálni, külső dobásaink pedig nem mentek úgy be, ahogy szokott. Hát nem volt szép mérkőzés, az anyag, hogy nyertünk. A nyíregyháziak játékosa Bazsó Bruno szerint a vártnál nehezebben sikerült legyőzniük az MTK Török Bálintot. Kicsit könnyebb mérkőzésre számítottam, az MTK eléggé megnehezítette a dolgunkat, zónáztak egész mérkőzésen szinte, és eléggé behúzódtak, ezáltal nem tudtunk könnyű kosarakat szerezni, és ezért lett ilyen szoros a végeredmény. A vendégek edzője, a játékosként korábban nyíregyházi színekben is szereplő Bódi Ferenc a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés sikerült ma játszanunk. Soha ezt sem szoktam panaszkodni, de több sebből vérzünk most. Amúgy sem vagyunk sokan, de betegségek, sérültek tizedelik csapatunkat. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy nagyon jó mérkőzés sikerült ma játszani. Elkövettünk néhány olyan egyéni hibát, amit nem a megbeszéltek szerint, tehát nem a játékokból kezdeményeztünk akciókat. Én azt gondolom, hogy ezeket rendre nagyon rossz döntés követte, de semmit nem volt le a Nyíregyháza érdeméből a győzelem, melyhez ezúton is gratulálok és további sok sikert kívánok nekik. A mezőny legeredményesebb játékosa, a 29 pontot szerző, nyíregyházi nevelésű Jakab Péter volt. Egyfajta kettős érzés hazajönni. Egyrésztről nagyon szeretek Nyíregyházán játszani, igaz, sokat játszottam itt. Másrészt kicsit furcsa azok ellen a játékosok ellen játszani, akik sokáig a csapattársaim voltak. A forduló további eredményei a következők. Nagykőrös Vasas Akadémia 70-87, PVSK Budapesti Honvéd 102-78, Oroszlány Békés 97-67, Bonyhád Budafok 78-86, Veszprém MAFC 98-90 és MEAFC Miskolc BKG prémiese 83-79. A tabella élén a Veszprém már 100%-os teljesítménnyel, megelőzve az egyaránt 16-2-es mutatóval rendelkező MAFCot, illetve Oroszlányt. A Nyíregyháza Blue Sharks 12 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen várja nagykőrös vasárnapi vendégjátékát.